Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Városháza dísztermében. Szeretnénk bemutatni önöknek Kardos Tamás fotóművészt és az Izraelben készült fotóit, legalábbis amit elhozott nekünk megmutatni a mai napon. A művész bejárta mind az 5 földrészt, külföldön talán már ismertebb is, mint idehaza, legalábbis én ezt olvastam. Képei közel 100 alkalommal világi nagyvárosok kiállító termeiben láthatta már a közönség. Több könyve is jelent meg archív és saját fotók illusztrálásával, számos elismerés fémjelzi a munkásságát, no de többet, hogy mi mindent illik tudni Kardos Tamásról, Csőke Tibor helytörténésztől tudhatnak meg. Meg is kérem Tibort, hogy meséljen nekünk a fotóművészről, és nyissa meg ezt a kiállítást. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves látogatót, fotóművészről Kardos Tamást is természetesen. Nem csak az emléktábla által emlékezhetünk a törökszemiklósi zsidóságra, hanem az itt született vagy élt íróink, művészeink, tudósaink által is. A festő Szenes Fülöp, az író Vihar Béla, Münc András, Leleci Béla, Szélpál Árpád, akinek testvére Schwarz F. Sándor néven a szintén jubiláns 100 éve kitört világháború emléktábláján itt a lejáratnál is olvasható, lefele menet, keressék meg a nevét a táblán. Az újságíró könyvíró Kunandor, Steinaltura Hagyomány című felekezeti lapszerkesztője, Steinmeier Miksa Magyar Rabbik című lapszerkesztője, a pszichológus professzor és szakkönyvíró Vértesó József, Lebovics Illés főkántor, akinek Kotta füzete jelent meg. Az 1875 és 1950 között nyomdát üzemeltető Rubinstein Miksa és fia Sándor, a tankönyvíró Klein, később Berényi Salamon, Friedman Adolf, a későbbi híres Strassmitti rabbi, a kiváló szónok és tudományos életben elismert Weissmor főrabbi, hogy talán csak a nevesebb törökszemiklósiakat említsem. Házának is kell lenni, hol jó és balsorsában imádhassa Istenét. Szól az emléktáblán is olvasható idézet egy része, mely a Steinmeier Miksa a törökszemiklósi rabbi írt 1896-os visszaemlékezésében. Mondhatta volna ezt a cionista mozgalom két magyar alapítója is, Herzti Vadar és Schönfeld Miksa, amikor a zsidóhaza újbóli megalapításáról gondolkodtak. Amit mi tudunk Izraelről ma, az izraeli hétköznapokról, az valljuk be nem sok. Erről Kardos Tamás így val. A végletek országa rengeteg élménnyel gazdagított, és ma már tudom, hogy amit itt Magyarországon elképzelünk Izraelről, az valóságban nem nagyon hasonlít a zsidó államra. A vallások bölcsőjének vidékét ma is a hitek és a hívők változatossága jellemzi. Múltja sokszínűségét híven tükrözi jelene is. Három világvallás bölcsője, szent helyei, hívői, lakosai történelme adják rendkívüli változatosságot. Erről szól ez a kiállítás. Kardos Tamás fotóművész képei a Szentföldről, Izrael természeti szépségeiről, az ősi új ország életéről, a három világvallás születési helyének ma is látható emlékeiről, vagy ahogyan a kiállítás címe is jelzi, a Kánaán magyar szemmel. A képeken keresztül megismerhetjük a történelmet és a ma hétköznapjait is. Szerintem igazán jó képet nem lehet eltervezni. Szerettem volna tájakat, embereket, fákat, épületeket, azaz minden érdekeset megörökíteni. Hagytam, hogy a pillanat varázsa fogjon meg. Erről szól a fotózás valami egy helyen. Kardos Tamás kemény fizikai munkával kezdte az élet nehézségeinek legyűrését. Keményen dolgozott, de a munka számára nem fáradtság, hanem öröm és az erőforrása volt mindig. Akkor sem csüggett, amikor az első pajtásgépe véletlenül összetört. Majd első fizetéséből fényképezőgépet vett, ezzel sorsa megpecsételődött. 1978-tal a fotózás lett a munkája is. A Szolnoki Kórház fotolaborjában dolgozott. A születéstől a halálig sok mindent láthatott, rengeteg sorsa, tragédiát, örömet örökített meg kamerája. Éles szemmel jár a világban, és nem csak rácsodálkozik a dolgokra, hanem évtizedek óta, szinte oltalatlan kíváncsiságtól vezérelve kutatja is a dolgok lényegét. Bejárta szinte az egész világot fényképezőjével, de képei is több száz alkalommal szerepeltek Magyarország és jó néhány ország kiállító termeiben. Szenvedélyévé vált szülővárosa Szolnok fotodokumentumainak, régi képeslapjainak gyűjtése. Több könyve jelent meg archív és saját képei illusztrálásával. Támos elismerés díj kísérte pályáját.
Művészeti díj, Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje kitüntetés, Szolnokváros Kulturális Díja, Kaposvár Gyuli emlékére kitüntetés, Rotary Mecénás díj, hogy csak néhányat említsünk. Látok, tehát láttatok, mondja egy helyen. Szerencsésnek mondhatom magam, a természettől megkaptam a látás képességét. Külön öröm, hogy egy technikai eljárás segít a meglátott valóság megörökítésében. Képeimmel a környezet megnézhető elemeiből szeretném azt a pillanatot kiragadni, amikor a másodperc töredék mesélni kezd évekről, történelemről, emberekről, s talán csak a szépről. Alkotásaimat nem szeretem manipulálni, hiszen az objektív kép kivágása megtalálja a harmadik dimenziót, mely csak a fotók síkján túlélhető fel. Amikor sikerül megláttatnom a pillanat mélységeit, megnyugszom, mert tudom, jól sáfárkodtam képességeimmel, vallja magába. A fotós a pillanatot örökíti meg, ez az ő művészete. A fotó egy keretbe zárt világ. Egyszerre szűkít és egyszerre tágít. Szűkít, mert csak azt láthatom a valóságból, amit az objektív kivág, ami egy keretbe belefér. Kitágít, mert a képen keresztül én is eljutok oda képzelőerőmmel, fantáziámmal, ahol nem is jártam. Láthatok egy arc mögött egy sorsot, egy szobron, egy épületen át a történelmet, egy növény által a természetet, de a fotó segít is nekem. Kiemeli a lényeget, egy pillanatban mond el történeteket, hangulatokat. A fotó szavak nélkül mesél, mutatja meg a világot. A képek magukért beszélnek, mintha én is ott járnék, jártam azokon az utakon, köveken. Az ember szereti nézni a jó képeket, a szép képeket. Így vagyunk Kardos Tamás fotóival is. Kérem, tekintsük meg a képeket és ismerjük meg együtt Izraelt, Kardos Tamás fotók művész képein keresztül. Jó nézelődést kívánok mindannyiuknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Az egyik, hogy ebben a házban, ugye, mert akkor már török szemlékünk, most ne hagyjuk ki, ebben a házban már volt néhány kiállításom, és az Alföldi Tájak embereken is versenyeztem. Illetve én voltam ugye a Kunagi Szertének a fotósa éveken keresztül. Ennyi. Köszönöm.